jó lesz a vágyam, mert most nem is akarom kivinni. Bea! Hagyja a vágyam. Emlékszel rá? Emlékszem. 3 éve vettem. Nehogy 3. Mennyi van ma? Ne rakd ma, de az nem jó jelent. Érted? Tedd be a levesbe. Na, van egy ötletem. Tudjátok, mint gondolkodtam egész éjszaka? Levett az asztalra a csizma! Mert ott vadon a túl. De lerakd ma oda. Csizma. Hát ez a család nem nagyon szeret kirándulni, de imádom a természetet, imádom, hogyha kint lehetek, sok jobban szeretem, mint hogyha elmegyünk egy olyan strandra, ahol rengetegen vannak és megismernek. Na figyelj ide, te lányom, gyerünk el egy kicsit kirándulni a szabadba. Kicsit kocogunk, szétnézünk, szíjjuk a friss levegőt. Gyerünk el egy kicsit. Majd délután elmegyünk gyalog anyuhoz. Ó, az nagy hír, még lesz anya otthon menni. Sütünk szalonnát, ilyen rajkarósan, mint a gácsók szoktak, kicsit így kimozdulunk a izi házból, no. Ha Virág úgy dönt, hogy megyünk, akkor megyünk, ha Virág úgy dönt, hogy nem megyünk, akkor itthon maradunk. Figyelj meg, okay. Kicsim, megyünk kirándulni? Hogy anya akarja? Hát de anya nem akar meg Evelyn se jönni. Nekem mindegy. Hát de beszélj ma értelmesen, ma úgy beszélsz, mint aki a most jött ki a kórházból. Hangosan, értelmesen. Vagy a tanárnő szokta mondani artikulálni. Megyünk kirándulni? Elmegyünk, sütnénk valami kis ételt ott. Na? Most dönts ma el, ne a ceruzát rágjad már. Jössz kirándulni, vagy nem jössz? Na, akkor gyere pakolni. Vagy biztos jó felem megyünk? Hagyja, ma, ha Széchenyig csak nem tévedek el. Ha! Ne nézd ma anyádot analfabétának, jó anyu? Na, anya tudja. Most el kell tévedni. Erre van az a tó, nem? Virág, nincs valamit a térképen. De hogy erre van? A térképen biztos, hogy nincs rajta ez a mesterséges kis tó, az a robot. Nem erre van, gyereke. Biztos, hogy nincs rajta. Nem erre van, higgyétek ma el. Majd vége az útnak is, ne idegesítsetek ma fel. Virágra akarsz pecázni? Hát de most itt vége az útnak. Ha Bea vezet, akkor általában eltévedünk, de ezt már meg is szoktam tőle, mert akkor nem ő lenne, ha nem tévednénk el, de imádom, ahogy vezet. Gyerekek, hát így eltévedni majd. Mondtam, ne itt kanyarodjál le, de te tényleg... Jó, Istenem, jó van, akkor majd jövő kedden odaérünk. Na, nekünk oda kell menni. Annyi, beesünk a gödörbe. Mondtam, hogy maradjunk. Tényleg, Bea, bemegyünk a gödörbe, lassan ma. Miért nem tudtunk otthon maradni? Hát de jövünk, azt az út meg elfogy. Hát de azt mondták, hogy itt kell menni az első elágazónak. Tényleg? Hát nem azt mondták? Most mi a francot keresünk itt? Evelyn, te meg ne a telefont babráljad ma! Hát ez ma Szlovákia, gyerekek! Nehogy Szlovákia! Hát ne ott van írva Szlovensko, ne idegesítsetek ma! Tudsz olvasni, Bea? Evelyn, tedd ma le azt a telefont, mert kidobom a... Hagyjál ma le! Hagyjál a telefonnal! Figyelj ma! Mit csináljak azzal? Hagyjál ma! Mi az, hogy mit csináljak azzal? Mindig a telefonnal, hát ma be ma átjöttünk Szlovákiába! Amikor azt olvastam, hogy Velki Kritis, meg Lucsenyisz, hát külföldön nem készültünk. Diktálom, mi van írva. Lucenece. Lucenece, bucenece. Bucenece, lucenece. Velki kritis verbo vodka, vagy mi van írva. Ha ma vodka is ki van írva. De most akkor hol vagyunk? Ha ma nem Magyarországon vagyunk, csaj. Forgalom volt, ott volt a... Hát de Bea, ma nem Magyarországon vagyunk. Nem, de még ott vagy a határon. Kovanovacka Petovaja. Kovanovacka Kovácsok. Ha ma Kovanovacka Petovaja vagyunk. Jaj, de szép. Nézzük, téged behúztam, mert belsőkat hova. Tényleg hosszú, rögös út volt. Na, ezt mondtam nektek, a természet lágy ölébe hoztala. Gyönyörű volt a Robinson-sziget. Gyönyörű volt. Pont erről álmodtam, hogy tó, hattyú, friss levegő, tűzrakás, szalonnasütés. Istenem, nézd ma, meg akartam gyújtani azt leesett. Most nem mondod, hogy nem hozta a poharat. Hát a sok műanyag annyira kis kanakkal hol? Az otthon marad. Mindjárt nem góni mamuka.
Hát akkor mivel? Mi bűviszunk? Mivel eszel? Mi bűviszol? Mi bűviszol? Hát majd epoklóccal vagy állandóan. Hát hoztam. Hát de nem hoztatok el egy műanyag. Csajé? Magamnak hoztam. Jó, ide lerakom. Paharatok. Hát de most akkor úgy iszunk üvegbűl. A kenyér sincs. Pohár sincs, tányér sincs, akkor most mit csinálja? Az, hogy otthon maradtak a tányérok, és szerintem így egy kirándulás győzik is. Mert ha minden ott lett volna, nem lett volna én izgi. Imádom az izgi dolgokat. Ide kellett. Hát dehogy úgy kell, először paprika, papírt kell alajja tenni. Ha majd a papír az ez lesz. Hát de nem így kell csinálni. Grillbriket akar. Hát de milyen grillbriket? Hát ott most mit csinálhatod? De először be kell gyújtani. Bányám, Alfred, édesapám mindig azt mondta, fiam, a papír gyűrd össze, hogy jobban igen, egyenként, gyányom, gyere, tanulj meg, hát egyszer rá leszel szorítva. Várjatok, mert hozok innen fadarabokot, etik nagyon jók vattok. Evelinke, gyere, hozd innen ezeket a tuskókot is, te járkorodban tuskózni nem voltak? Ja, ma ez micsoda? Hát tuskózni. Így, mi van, Evelinke? Az a begyullad a tűz. Elolottad a tüzet, már ne rakjál! Fújtas, jányom, fújtas! Na menjetek ki, anyó, készítsétek az ételt, a tűz az enyém! Menj ma magadnak! Mihez készítsük az ételt, mikor nincs kenyér? Szerezzék el! Menj ma, aki légy szíves, kérdezz ma! Menj ma, de mutatkozz be! Gáspár, Evelinke vagyok, sziasztok! Van kenyerete? Menjél te be, mert ezeknek a jányoknak mondhatsz bármit! Evelin! Várjatok már először! Mit várunk? Oda mehettél volna, bemutatkozhattam volna, szia, Evelinke vagyok! Hoztam, adta! Evelin! Hát ezt nem hiszem el! De gyere, elmünk ki, anyum, fát vágni! De én nem csinálok semmit, csak nézzél! Hát te nézzél, te úri nő vagy! Te úri nő vagy nekünk! Úri nő vagy! Most ez hogy vágod ki? Ez nem nagy! De hogy nagy ez fel a... De nem a... Ne! Hát gyerekkoromban nagy favágó voltam, jártam fát vágni, akkor még ilyen 30-40 forintokat kaptam egy kőfai. Imádok fát vágni nagyon sokat, imádok fűrészelni, reszelni, csiszolni. Ott van a... De szóval hogy fogod te leszeletelni? Majd mi leszeletelem? No, anyom, hozzad ezt! Hozzad ma! Hát hozzad ma, én meg viszem ezt. Jaj, nagyon vicces vagy. Anyus, milyen fát hoztunk? Úgyan. A passzus, hogy nem akarok jövő hétig itt lenni. Már nem akarok. Ezt mondtam neki, hogy egy környezet. Az égig érő passzus. Ez a környezet, hogy oda vágott. Hadd ide, Jajó, én majd leszeletelem. Valakinek ez a két heti tüzelője. Tökke, nem a kenyér mellett kéne szeletelni. Hát ez a égig érő passzus. Hallod, nagyon komoly volt, be nem vágott. Ezt hát, hogyha most itt elfültenéd, jövő hétig itt alhatnám. Hát de most mit? Hát most beidegesítsetek. Nem akarok itt lenni ilyen sokáig. Erről pargaljat, leszettél volna cső. Sziasztok fiúk, ez a csónak szabad-e? Ja. Mennyire mély a víz? 4 méter. Jaj, mamó. 4 méter? Hát körülbelül. De azon csak egy pad van, akkor hova férünk el? Egy pad van. Valaki? Gyere ki, be kell tolni a csónakot. Kert. Esküszöm a teljesen. Helyesen! Most mi van? Jó csinálok? Nem jövök velem. Jöttök velem, vagy nem jöttök velem? Na hát akkor elég belőletek! Hagyjatok engem egy békéne! Elhozlak titeket levegőzni! Na! Hát akkor ennyire ma nem lehettek ilyen kínyesek! Nem vagyunk kínyesek. Na egy se akar gyűnni! Údnik! Údnik! Ja. Biztonságosan érzed magad? Biztértek, műjjetek fejét! Én nem érzem magam magam. Két hena. Kell kekszapot? Mire a keksz? Hova teszem a kekszet? Mit csinálok a kekszvel? Bedobjam. Húzzatok már vissza! Ha húzzatok vissza! Félek! Húzzal vissza! Hogy de vicces! Fiúk, hogy menjek vissza? Ha hogy csináljam? Hátulról előre. Ha hogy hátulról előre? Hát hátra teszed én meg, én azt mondom. Először itt van. Na, arra fúj, csak benne kéne lenni a víz. De rossz. Jó, belatok. Mi van? Gondolatokra. Mi
milyen tokmarakja van? Na, ott van, mondod? Hogy fogok kimenni? Hát ez már te vagyod, honnan tudjuk, hogy... Hogy fogok kimenni? Ha mondjad, hogy hogy fogok kimenni, nem fogok ki tétszakaszni, mert hajba vágok valaki. Na! Fiúk, szóljatok ma valami 07-nek, vagy valakik, hogy szedjen ki. Rám jött a pánik. Úristen, hogy fogok innen kiszabadulni? Óvatosan, tényleg, mert felkurlok, míg a biztosítás nem kötte meg az asszon ráma. Bármi történne velem, még pésé kapna utána. Nekem van biztosítás. Na dobjatok ma a fiúkot! Ez nem valahogy a... Valahogy jön az, csak lassan. Félek, gyerekek, félek. Ilyen nagy halak csapoknak még, mi? Majd. Szégyeljétek el magatokat, te! Ezek a gyerekek nem lennének, itt fettem volna meg. Na mire mentél be? Hát ki mondta, te nagyon nagy természetkedvelő vagy. Ott volt a pokróc is. Fogjad! Fogom. Fogom. Hát jó van gyerekek, köszönöm szépen. Na hát köszi szépen. Én aranyhalak még nem fogtatok el, ilyen gyönyörű cápacettet. Na gyere kifelé! Gyere ki! Jössz! Ki? Soha nem elrealmoztam, hogy így, ilyen tragédiában zajlik egy kirándulásunk. Hát majd megcsinálunk egy másikat, virágom, fordítom. Azt a majdnem felgyújtotta te! Hadd győzött, az élet veszélye! A drága étel mind kiment gyerekek a csónakba. De ki csinálta? Hát biztos, hogy nem én csináltam. Aha. Hát te jöttél ki a csónakba, azt mondtad, hogy bemész enni, meg menjünk be enni. De Bea, én csónakozni akartam veletek romantikázni. Erre mi lett a vége, tragédia? Hát mi lett volna a tragédia? Élsz még? Mi? Nem tragédia az, hogy én bent ragadtam. Sose voltunk mi gyerekek ilyen sütögetésen, de szerintem nem is leszünk egy darabig. Miért? Hát minek? Ilyen család el eljönnie. Hát minek? Jaj! Ki esett? Nézd meg! Úristen, ráesett a pokróc, amit mama vett nekem a pokrócot! Hát de jó vagytok ma! Hát ki esett, amit mama vett nekem, Evelyn! Evelyn, ezt a mama vette nekem! Na fossál már rá! Nem állt, rágyújtasz minket is, de értelmi fogyi! Hát basszus, szétizélet, hát hogy jobban szétvennek a lángok! Hát egyáltalán nem nevetséges, ezt mama vette nekem! Jaj, nem, ezt mamától kaptam ezt a pokrócot, nem a! Nem a, még meggyulladt a szemét! Ezt mamától kaptam ezt a pokrócot! Most már dobra, annak mindegy! Ezt mamától kaptam ezt a pokrócot! Most már nem visszük haza, mit csinálsz vele, mama? Ezt! Na, jó babá, a virág, ezt nekem mama vette! Porral lettél, porral leszel, szervusz vagy hogy van? Porból vagy, szabú leszel vagy hogy van? Na, ugyan a mama pokrócolna jobban sülök.